Eredményes évet zárt tavaly a Nyírségvíz ZRT, közölte a társaság vezérigazgatója Szabó Istvánné. Az ország 41 vízi közműtársulata közül a Nyíregyházi a tizedik legnagyobb. 86 település ivóvízellátásáról gondoskodik, 67 településen pedig szennyvízszolgáltatást is biztosít. 2016-ban a Nyírségvíz összesen 628 főt alkalmazott, így a megye hetedik legnagyobb foglalkoztató cége volt, hangzott el a tájékoztatón. Tavaly 15 millió köbméter vizet értékesítettek, 1047 millió számla alapján a bevételük meghaladta a 8 milliárd forintot. Az alaptevékenység részesedése az 85%-os, és további bevételek szerzésére a szabad kapacitásaink erejéig van lehetőségünk, elsősorban önkormányzatok részére végzett közmű pótlófelújító beruházások, azok elsőséget élveznek, de természetesen más megkereséseknek is eleget teszünk, illetve laborvizsgálatokat vagy speciális anyagok értékesítését is végezzük. A 8 milliárdos bevétel 20%-át, körülbelül 1,5 milliárd forintot fejlesztésekre fordít majd a cég, hangzott el a tájékoztatón, ahol a műszaki vezérigazgató helyettes arról beszélt, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a cég teljes működési területén jó a víz minősége. A vizsgált paraméterek vonatkozásában mindössze 1,6%-ban találnak kifogásoltságot. Ez országos szinten is kiemelkedő eredménynek számít. Természetesen éves szinten körülbelül 15 000 vizsgálatot végzünk a teljes működési területen. Ez azt jelenti, hogy kémiai, biológiai, illetve mikrobiológiai vizsgálatoknak vetjük alá mind a vízminőséget, tehát az ivóvizet, mind pedig a kibocsátott szennyvíz minőségét. A Nyíregyházi Társaság is csatlakozott ahhoz a közös pilot projekthez, amelyben 5 megyei jogú város és 2 budapesti kerületben úgynevezett okosmérőket tesztelnek. Erről Könnyű Zsolt gazdasági vezérigazgató helyettes beszélt. Ezek segítségével a felhasználói szokásokat vizsgálják majd, amelyekből olyan elemzés készül, ami később segíthet a környezeti károk visszaszorításában. Nyíregyházára 1200 ilyen eszköz érkezik majd, azokat önkormányzati épületekben helyezik majd el. Mi ezt szeretnénk, hogyha bevezetnénk, nyilván finanszírozási kérdés, hiszen ezek az okosmérők jelentősen drágábbak, nagyobb a bekerülési összegük, mint egy hagyományos mérőnek. Tehát azért is beszéltünk pilot projektről, hiszen a mérési eredményeket fogják majd ezek alapján, a mérések alapján publikálni. Jelen pillanatban talán kevésbé várható az, hogy ez elterjed, hiszen az okosmérés az a bizonyos értelemben, ahogy én is gondolom, az egy vezérlés is lehet, tehát a felhasználó szokások alapján lehet jelet is biztosítani, majd vagy küldeni ezekre a mérőkre. A társaság közel 139 ezer felhasználójának 80%-a időben fizeti a számlákat, mindössze 10%-uk teljesíti 30 és 60 nap közötti késéssel. Számukra 2 fontos változást vezetnek be idén. Ezen túl a vízelfolyás bejelentés után helyszíni ellenőrzésre számíthatnak majd, illetve a változásokat 15 napon belül kell bejelenteniük a felhasználóknak. Ezek hivatalosan 2017. július 1-től érvényes szabályok, hangzott el a sajtótájékoztatón.